Üdvözöllek! Ebben a videóban a jegybankok pénzteremtéséről fogunk beszélni, és olyan dolgokat fogunk tisztázni, mint például a kvantitatív Easing, azaz a mennyiségi lazítás, vagy például a helikopterpénz. Ez a videó egy 13 videóból álló sorozat harmadik része, és ugye ebben a sorozatban már megbeszéltük a pénz fogalmát, a funkcióját, és megnéztük, hogy miként teremtenek pénzt a kereskedelmi bankok. Ha esetleg nem láttad az előző részeket, akkor bátorítalak, hogy nézd meg azokat is, mert fontos információk voltak bennük. A videó leírásában meg fogod találni ezeket. Most pedig lerántjuk a leplet a jegybankokról és az ő brutális pénznyomdájukról, úgyhogy tarts velem! Ha esetleg nem teljesen tiszta számodra, hogy mi a különbség a készpénz, a jegybankpénz és a bankszámládon látott digitális pénz között, akkor nagyon erősen javaslom, hogy nézd meg az előző részt. Ezek ugyanis fontos különbségek, amik a továbbiakhoz szükségesek lesznek. Az előző részben azt is megbeszéltük, hogy a bankoknak nem feltétlenül szükséges túl sok pénzt tartaniuk a jegybanknál vezetett számlájukon hiszen bármikor tudnak egymástól is kölcsönkérni, ugye a bankközi kamatokon. Ez mindaddig igaz, amíg a bankok biztonságosnak ítélik meg egymást, és van, aki kölcsönad. De mi van, ha megrendül a bizalom? Ez történt a 2007-es válság során is az uksában. például, amikor is a bankok nem akartak egymásnak kölcsönadni, és ezért elkezdett elszállni a bankközi kamatláb. Ekkor a jegybank nem nézte tétlenül az eseményeket, hanem inkább belépett a képbe, és a semmiből teremtett egy kis jegybank pénzt, amivel kisegítette a bajban lévő bankokat. Az előző részben megbeszéltük, hogy a bankok hitelnyújtással teremtenek pénzt, a jegybanknak azonban még, még erre sincs szüksége. Egyszerűen bármikor, kvázi a semmiből is létre tud hozni plusz pénzt, kvázi valódi pénzt, és azt akár jóvá is írhatja a bankok számláján. A jegybank akár készpénzt is nyomtathatna, ha akarna. Persze nem osztják csak úgy a pénzt, azért általában ennél kifinomultabb módszereket, módszereket alkalmaznak, és általában inkább kölcsönt adnak, vagy a jegybank pénzből különböző eszközöket, értékpapírokat vásárolnak. Például megvehetik egy banktól a jelzálog leveleket, amik a piacon éppen nem akarnak elkelni, vagy vásárolhatnak kötvényeket a banktól, akinek így lesz elég egy bankpénze. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Először is tisztázzuk azt, hogy mi is a jegybank, és mi a feladata pontosan? Azon országoknak, amelyeknek van saját fizetőeszközük, van saját jegybankjuk is. Az USA-ban ez a Fed, nálunk az MMB, az Egyesült Királyságban pedig a Bank of England. Az Európai Unióban azon országok, akik eurót használnak, ők kvázi lemondtak a saját monetáris politikájukról, és az Európai Központi Bankra bízták ezeket a jegybanki feladatokat. Ugye ezért is lehet veszélyes ez a döntés, hiszen kisebb kontrolljuk van a pénzmennyiség felett. Ugyanis a jegybankok vagy központi bankok fő feladata éppen a gazdaságban keringő pénzmennyiség kontrollálása és ezzel a gazdaság segítése, és az alacsony infláció szinten tartása. Ezt nevezzük monetáris politikának tehát. Ha nincs elég pénz, akkor a gazdaság nem tud növekedni, és nincs fejlődés. Ha pedig túl sok a pénz, akkor infláció lesz, ami pedig szintén káros lesz a gazdaságra nézve. Vagyis sem a túl sok, sem a túl kevés pénz nem jó. A jegybank határozza meg a jegybanki alapkamatot, ami a nála a bankok által elhelyezett betétekre vonatkozik, ugye a jegybankpénzre. Ha magasabb az alapkamat, jobban megéri a bankoknak a jegybanki számlákon parkoltatni a pénzt, és kevésbé éri meg kölcsönt felvenni. Ezért csak magasabb kamat mellett éri meg a bankoknak is hitelt adniuk. Ha alacsony az alapkamat, akkor a bankoknak jobban megéri hitelt kihelyezni, és hajlandóak alacsonyabb kamatokon is kölcsönt adni, és így akkor a te lakáshitelet kamata és törlesztője is alacsonyabb lesz. Az alapkamat meghatározásával tehát a jegybank hatást gyakorol a bankok hitelezési kedvére, tevékenységére, és közvetve így a teljes pénzmennyiségre is. Úgy is tekinthetünk erre, mintha a jegybank szabályozná a pénz árát. Ha alacsony a kamat, akkor olcsó a pénz, könnyű hozzájutni, ha sok pénz van. Ha magas a kamat, akkor drága a pénz, akkor nehéz pénzhez jutni. Minél olcsóbb a pénz, annál többen jutnak hozzá. Ha például a jegybanki alapkamat mondjuk 8% lenne, mint a 2007-es válság előtt volt, akkor alig ha adnának nekünk 4%-os kamaton lakáshitelt, ugye? Mivel azonban alig kapnak kamatot a pénzre, és a pénz szinte ingyen van a számukra, ezért Alacsony kamatok mellett is adhatnak kölcsön. Az olcsóbb hitel végül több hitelfelvételt jelent, hiszen kisebb a törlesztője. A több hitel több pénzt jelent a gazdaságba. Ezen felül az MNB egyébként kutatómunkát, elemzői feladatokat is ellát, valamint a piac szabályozásában is nagyon fontos szerepe van. Az MNB célja a pénzügyi stabilitás fenntartása és a válságos időszakoknak a mérséklése. Ehhez kiszámítható néhány százalékos inflációt szeretnének, ami egyébként segítheti a gazdaságot, ugye alacsony munkanélküliséget és stabil, közepesen magas kamatokat. Ez lenne az ideális, legalábbis amennyire azt jelenleg tudni véljük. A jegybank hatáskörébe tartozik a készpénz gyártása, a hazai fizetőeszköz árfolyamának stabilitása és megfelelő szinten tartása, és ő vezeti a bankok számláit, és ő tud egyedül jegybank pénzt létrehozni is. Elvileg a kormánytól független szervezetről van szó, gyakorlatilag azonban sok esetben inkább mondhatjuk, hogy együtt dolgoznak, vagy támogatják egymás munkáját. Igyekszem politikailag semlegesen kommunikálni, de azért azt látjuk, hogy nyilván a jegybankra is hatással vannak az ország politikai kérdései, és akár a politikai vezetői is bizonyos szinten. A lényeg tehát, hogy a jegybank az alapkamat meghatározásával közvetve tudja befolyásolni a gazdaságban keringő pénzmennyiséget a kereskedelmi bankok pénzteremtésén keresztül. Lássuk, hogy miként is működik pontosan a jegybank pénznyomtatása, és mire kell neked figyelni, hogyha tudni akarod, hogy mi történik körülötted. A könnyebb érthetőség kedvéért három csoportba soroltam, hogy miként is szoktak jegybank pénzt teremteni a jegybankok. Az első az a nyíltpiaci műveletek. A jegybankok korlátlanul állíthatnak elő jegybank pénzt. Még csak kölcsön sem kell azt adniuk ahhoz. Csak gyakorlatilag bepötyögik egy számítógépbe, és voilà, ott a pénz, méghozzá jegybank pénz. A központi bankok a jegybank pénz bankokhoz történő eljuttatásával is Tudják irányítani a gazdaságban lévő pénzmennyiséget. Ezzel ugyanis befolyásolni tudják a bankközi kamatlábat például. Ugye ez az a kamat, amin a bankok egymásnak adnak kölcsön jegybank pénzt. Ha a bankok bajba kerülnének, és nem akarnának egymásnak hitelezni, vagyis, ugye túl magas lenne a bankközi kamat, akkor beléphet a jegybank, és adhat kölcsön ő ezzel lenyomva a bankközi kamatokat. Sőt, ugye ha a bankok tudják, hogy a jegybank egyébként is pénzt fog nyomtatni, ha gond van, akkor ők is szívesebben adnak kölcsön egymásnak is, mivel ugye nem kell csődtől tartaniuk, kisebb a kockázat. Ugyan, ugyanez igaz akkor is, ha több jegybank pénz van a bankoknál, egyszerűen csak mennyiségileg több, hiszen akkor is szívesen adnak belőle kölcsön a másiknak, hiszen van elég. Nyílt piaci műveleteken keresztül tehát a jegybank pénzt juttathat a bankoknak. Ezt általában például állampapírok megvásárlásával teszik. Az állampapírok ugyebár kötvények, amik másnéven adósságok. A bankok vesznek állampapírt, a jegybank pedig megveszi azt a bankoktól, cserébe pedig jegybank pénzt ad. Az adósságokat tehát valódi pénzre cseréli a jegybank. De más értékpapírokat is vásárolhat, akár vállalati kötvényeket jelzálogleveleket, vagy például Japánban akár részvényeket is. Azt érdemes látni, hogy a jegybank minden ilyen művelete az piac torzító hatással bír. Ha a jegybank államkötvényt vásárol, akkor megnő a kereslet az államkötvényekre, vagyis azok kamata csökken. A jegybanki vásárlás ugye világszerte lenyomta a kötvényhozamokat, hiszen a semmiből teremtett pénzzel ugye semmilyen kötvény nem drága. Ha a jegybank frissen varázsolt pénzből vásárol részvényeket, akkor a részvényekre nő meg a kereslet, és a részvények ára is felmegy. Arról, hogy miért emelkedtek meg ennek hatására ugye az ingatlan, illetve a részvényára, arról a következő videókban még lesz majd szó. Ha érdekel, akkor iratkozz fel, hogy ne maradj le. A második az a kvantitatív easing. Ugye a kvantitatív easing az magyarul a mennyiségi lazítás. Ez a kifejezést a 2007-es válság óta meglehetősen gyakran hallani a gazdasági sajtóban, de de mit is jelent ez pontosan? Valójában technikailag ez nem különbözik a nyílt piaci műveletektől, amiben ez más az a mérete és ezáltal az elért piac torzító hatása. Korábban az államok a gazdasági felendülés közben megpróbáltak tartalékot képezni, leépíteni az adósságaikat, hogy amikor majd jön egy recesszió, akkor ugye legyen miből költeni, legyen mozgástér. A 2007-es válságnak azonban nagyon sok ország elég ramagy pénzügyi helyzetből indult neki. A kormányok már egyébként is ki voltak költekezve, ezért a jegybankokra hárult a gazdaság fellendítése. Innentől egy új, korábban nem látott világ jött, ahol a jegybankok korlátlan mennyiségben teremthetnek pénzt, és vásárolhatnak szinte bármit, ami az eszükbe jut. A kamatok már nulla közelében voltak. Ugye most is sok helyen Európában már negatív az alapkamat. Nem volt már hová csökkenteni a kamatokat, de a kellő növekedés mégsem indult be, mert a cégek ilyen kamatok mellett sem akartak ugye még több hitelt felvenni. Ezért más módon is szükséges volt serkenteni a gazdaságot. Ha egy bank elkezd állampapírokat vásárolni, akkor azok kamata csökken. A többi befektetőnek nem fogja megérni állampapírt venni, hiszen a kockázathoz képest alacsony lesz annak a kamata. Így hát más befektetés után néznek, például vállalati kötvényeket vesznek. Megnő az igény a vállalati kötvényekre, így azok kamata is csökkenni fog. Közvetett módon tehát a jegybanki pénzteremtés és állampapírvásárlás az megjelenik más eszközök árazásában is. Felmennek a kötvény a részvény és az ingatlan árak is. Azok a megtakarítók és cégek, akik rendelkeznek befektetésekkel, ők hirtelen gazdagabbak lesznek, hiszen a befektetéseik ára is felmegy. Ez pszichológiailag is azt okozza, hogy, hogy az emberek gazdagabbnak érzik magukat, hiszen nagyobb a kimutatott vagyonuk, és ezért könnyebben költenek. Az eszközárak felpumpálásával a megtakarítók pénze is megnő. Akinek van három lakása mondjuk bérbeadva, az ugye nagyon örül, mert több vagyona lett. Aki most akarja megvenni az első lakását, hát az meg szívja a fogát, mert hát háromszor annyi hitelt kell felvennie, hogy lakáshoz jusson, ugye? Ezért ugye tovább nőnek a társadalmi különbségek, és a szegények még szegényebbek lesznek, a gazdagok pedig gazdagabbak lesznek. Ilyenkor félő, hogy ez társadalmi elégedetlenséget szül előbb vagy utóbb. A harmadik, módszer az az extrém megoldások kategória. Én ugye ez az egész idéglenesnek indult, egy egyszerű beavatkozásnak. Aztán egyre csak jöttek a lazítások, Q1, meg Q2, de mára már nevük sincsen. Innentől már csak a képzelet szab határt annak, hogy miként lehet pénzt juttatni a gazdaságba. Ugye a cégek sem tudnak végtelen hitelt felvenni, és a lakosság is igen feszített a hiteleket illetően, főleg az USA-ban. Hiába adnak még több ingyen pénzt a bankoknak, az nem hatékonyan csapódik le a vásárlásban, akkor pedig ugye nem pörög a bevétel. Ugye valami új ötlet kellett. A koronavírus hatására például az amerikai kormány kitalálta, hogy a legjobb lenne, hogyha közvetlenül az embereknek adnák a pénzt, és az ő számlájukra utalnák azt ki. Ez így remélhetőleg tényleg majd fogyasztásban fog lecsapódni. Persze lesz, aki majd ezt hiteltörlesztésre használja, ami nem jó, mert azzal csökken ugyebár a pénzmennyiség. Lesz, akinek nincs szüksége rá, az majd befekteti részvényekbe például, ami megint csak a részvénypiacot fújja, de nem csapódik le ugyebár fogyasztásban. De azért remélhetőleg lesz az embereknek egy jelentős része, aki ezt majd elkölti, és az tényleg megjelenik valaki másnál bevételként. Mindezt persze az állam finanszírozza, méghozzá az államadóság növelésével, hiszen ugye adókból nem lehet elvonni ezt a pénzt, mert akkor az emberektől vonnánk el pénzt, amit pont nem akarunk. Éppen ugye adni akarnak, nem elvenni. Az adóság miatt viszont nem kell bár aggódni, hiszen a jegybank bármikor megveszi az államkötvényeket, akár nulla közeli kamatokon is. Vagyis a kormány és a jegybank szövetsége azt jelenti, hogy a kormány költhet bármennyit, a magas államadóság nem probléma, mert azt a jegybank nullakamatokon is meg fogja finanszírozni. Akkor mondhatjuk azt is, hogy a kormány annyi pénzt költ, amennyit csak akar? Kvázi igen. Mindaddig, amíg a saját devizájában van eladósodva, amit ugyebár korlátlanul tud teremteni, addig nem kell tartani az államcsőttől. Ez azért veszélyes, mert a politikusok érdeke, hogy ugye megnyerik a választást, és ehhez gyakran szükséges az, hogy sokat költsenek. Ugye nem véletlen, hogy nem éppen a felelősségteljes költekezésről híresek a politikusok. Akár mínusz 10 vagy 50 os kamaton is adhatnak kölcsön a jegybank az államnak, igazából akkor még biztosan kéne fizetni a teljes összeget. Sőt, kvázi már most is ez van, ha jobban belegondolsz, hiszen a kért kamat alacsonyabb, mint a valós infláció, vagyis reál értékben valóban kevesebbet kell visszafizetnie az államnak, mint amit kölcsön kapott a jegybanktól. És ezzel el is érkeztünk egy fontos megállapításhoz, az pedig az, hogy a magas államadóságok miatt a kormányoknak érdeke az infláció, mert ezzel le tudják építeni az adósságokat reál értelemben. Na de most ne szaladjunk még ennyire előre, nézzük meg, hogy mi is az a jegybanki mérleg, és neked mi az, amit ezzel kapcsolatban érdemes figyelned. Most már ott tartunk, hogy a jegybankoknak csak elég kinyilatkozniuk, hogy beavatkoznak a gazdaságba, és a piacok már is elkezdenek szárnyalni. A 2020-as események nagyon jól tükrözik ezt. Amint a jegybankok bejelentették, hogy újabb gazdaságélintkét pénzcsomagot terveznek a a piacokra betenni, ugye egyből a tőzsdék is helyreálltak, és a tőzsde elkezdett újra és újabb csúcsokat tönteni. Érdemes tehát félszemmel figyelni, de legalábbis meghallani és megérteni, hogy mit is mondanak és mit is csinálnak a jegybankok. És itt van még egy fontos dolog, amit érdemes megérteni: az pedig a jegybanki mérlegnek a jelentése. A mérleg az egy számviteli fogalom, és az eszközöket és a követeléseket mutatja, vagyis azt, hogy mim van, és azt miből vettem. Ha felveszek 10.000 forint hitelt és veszek egy ezüstérmét, akkor lesz 10.000 forint tartozásom és egy 10.000 forintot érő eszközöm. A mérleg két oldala mindig egyensúlyban van. A normál gazdasági társaságokkal ellentétben a jegybank bármikor tud pénzt teremteni, így ő dönti el, hogy mekkora legyen ennek a mérlegnek a nagysága. A mérleg nagysága pedig kvázi megmutatja, hogy mennyi pénzt is teremtett a jegybank. Ez a jegybanki mérleg a 2007-es válságot követően, az első mennyiségi lazítások után, a korábban szinte teljesen egyenletes lapos vonal egy óriási ugrást mutat, hirtelen a korábbi 800 milliárd dollárról 2000 milliárd fölé nőtt a mérleg. A növekedés nem állt meg itt, Hiába mondták, hogy ez egyszerű eset lesz. Itt tartottunk 2019-ben, amikor egy kicsit elkezdték összehúzni a mérleget, tartva ugye az infláció megjelenésétől. Ekkora már a 2000 milliárd dollár helyett ennek duplája, mint egy 4000 milliárd volt a jegybanki mérleg. Az összehúzást aztán keresztbe vágta a Covid, helyette inkább ez történt. Azt mondhatjuk, hogy a jegybank mérlege 2021-re Tízszerese annak, mint ami a 2007-es válság előtt volt. Az egészen egyébként szerintem a legnagyobb probléma, hogy, hogy senki nem tudja, hogy mindez hová fog vezetni. Nem úgy tűnik, hogy az egyre nagyobb államadóságok és az egyre több pénz. Bepumpálása az hatékony lenne a gazdaságra nézve, sőt, egyre kevésbé hatékony és egyre radikálisabb eszközökhöz nyúlnak, hogy pörgetni tudják a, a gazdaságot. A történelmi példák azonban sorra azt mutatják, hogy valahányszor fedezetlen pénzt kezdtek el nyomtatni az államok, abból hamarosan probléma lett az infláció miatt. Nem véletlen, hogy egyre erősödnek azok a hangok, akik félnek az infláció, előbb-utóbbi elszabadulásától. Ugye még korábban lehetséges volt békeidőben felemelni a kamatokat, és ezzel visszafogni a hitelezést, nyugtatni a gazdaságot, ez a mai adóssági szintek mellett lehetetlennek tűnik. Ha emelnék a kamatokat, akkor hirtelen megnőnének a nem fix kamatozású hitelek törlesztői, és az államadóság törlesztője is. Ezért ugye beszorult a világ az alacsony kamatok fogságába, ami egyelőre nem látszik enyhülni, nem látjuk, hogy ennek hol lehet a vége. Kérdés, hogy milyen mozgásterünk marad, hogyha egy újabb válsággal nézünk majd szembe, és hogyha egyszer meginog a hitelből épített kártyavár, akkor annak milyen következményei lesznek majd. Ezekről fog szólni ennek a sorozatnak a további része, részei, és azt is megnézzük majd, hogy mit érdemes tenni egy ilyen helyzetben. Mind befektetőként, mind magánemberként, milyen stratégiák azok, amik működnek. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek, hogy nyomj egy lájkot, amivel segítheted, hogy másokhoz is eljusson ez az információ, illetve hogyha szeretnéd követni a sorozatot, akkor iratkozz fel, hogy nem maradj le te sem a következő részről. Addig is nagyon sok sikert kívánok és hajrá!